Hello, sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek azt a 6 plusz 1 kedvenc és egyben leghasznosabb fotós kiegészítőmet, amik által ti is kényelmesebben és jobb fotókat tudtok majd készíteni. Az első a CTO fóliák, amiből most jelenleg három darab van itt a kezemben. Ezek arra jók, hogyha van egy vakutók, aminek fehér fénye van, 5500 Kelvin cíhőmérséklettel, és mondjuk ezt szeretnétek, hogy ne legyen ennyire fehér, inkább sárgásabb legyen a vakunak a színhőmérséklete, akkor egyszer rá tudjátok illeszteni ezeket a CT-ofóriákat, és az 5500 Kelvinből tud 4800-at, 3500 majd 3002-es színhőmérsékletet konvertálni. Ez nekem főleg akkor jön jól, ha mondjuk egy belső térben fotózok, tegyük föl este, ahol már sokkal jobban inkább a sárga, meleg fények dominálnak mondjuk egy szobában, egy lakásfotózás esetén, és ha nem szeretném, hogy fehér egyensúly keveredés legyen azaz a sárga fényre, ami mondjuk 3000-3200 kelvines, arra rávillantani 5000 rel vagy 5500 os fehérfénnyel, akkor felrakom bármelyiket ezek közül, éppen amelyiket úgy érzem, hogy indokolt, és akkor nem lesz félreegyensúlykerület, és ugyanolyan színhőmérsékletű fények lesznek az adott képen. Vásároltam forintokért öntapadós tépőzárat, ide tettem egyet, még egyet, plusz a fóliám van egy, megfogom is jelenleg az AD200-as a kezembe, és már kész is. A második az l amit most itt látok a Canon fényképezőgépemnek a ajzatára hozzárögzítve. Ez arra jó, hogy amikor beállítottam a vízszintet mondjuk egy épületfotó esetén, akkor ne kelljen a álvány teljesen újra vízszintezni, mivel mondjuk fekvőből állóba szeretnék most egy fényképet készíteni, hanem egyszerűen csak kilazítom az fejet, és fekvőből állóba simán el tudom forgatni. Egyszerűen, anélkül, hogy az áványhoz hozzá kellene nyúljak. Viszont ha szeretnétek vásárolni ti is egy ábrakitet a fényképezőgépetekhez, akkor mindenféleképpen nézzétek meg a terméknek a leírásában, hogy mihez ajánlják, mihez jó az adott Airbracket. Vannak univerzálisak, ami szinte mindenhez jó, de például nekem az a, az a problémám ezzel, hogy ha ez teljesen rától nem, mert itt látjátok, van egy kis űr, akkor már a kábelekhez nem férnék hozzá, úgyhogy én így használom, másrészt pedig, ha így megfogom, és így leengedem, akkor így sétálni is vele nagyon könnyedén lehet és nagyon-nagyon kényelmes. A harmadik kedvenc fotós kiegészítőm az l kapcsolódik. Az volt mindig a problémám, hogy elhagytam folyamatosan a csavarhúzót, amivel ugye ki lehet lazítani a fényképezőgépről, el lehet távolítani az l és találtam egy ilyen áványrögzítő eszköz. sörnyító, Nem tudom, milyennek a konkrét neve, írjátok le a komment szekcióval, tudjátok. És ezzel nagyon egyszerűen tudom kilazítani az elbraketet és egyszerűen le is tudom szedni a fényképezőgépről, és ebbe az a jó, hogy mivel van egy ilyen kis része, ezért ráakasztom mindig az álványra, és így sose hagyom el, mert mindig az álványjal együtt viszem ezt, és nem pedig a táskába külön egy csavarhúzód, így biztos vagyok benne, amikor fotózok, akkor ott van velem. A Cam az a kiegészítő, amit már rengeteg videómban láthattatok, és kömerem jelenteni, hogy ez a kedvencem. Ugye ez az a kis kliens, amit a fényképezőgépemhez USB-n csatolva tudom irányítani a fényképezőgépet távolról. Azt tapasztaltam, hogy itt az évek során ez a legstabilabb rendszer, amit használtam, a Sony, Canon, Nikon, ezeknek a beépített rendszere nem annyira megbízható az én tapasztalatom szerint, viszont már nagyon-nagyon sok éve, 8 éve, 7 éve használom, és azóta megbízhatóan működik, nagyon kevés szétkapcsolással és megbízható darab van egy póta akkumulátorom is hozzá, és ennek a segítségével egy tableten, telefonon, bármilyen okos eszköz segítségével tudok rekesztállítani izót, záridőt, élőbe tudom nézni a képet, autofókusz tudok állítani, azonnal megjelenik ott a kép, amit készítek. Nagyon hasznos, hogy nem kell ott legyek a fényképezőgép mögött, és minden képet ellenőrizni egyesével mögötte. Ha ott van mellettem egy megrendelő, akinek éppen dolgozok, akkor ott táblagépen ő is azonnal látja a képet, és ennek úgy érzem, van egy ilyen profizmus hatása, hogy ott van mellettem, és már oké, okay, hogy nyers, de a kompozíciót már látja, és már az tetszik neki, és úgy érzem, hogy ezt nagyon szeretik a megrendelők. Ez az egyes verzió, ez a fehér. Ezt már nem lehet kapni újonnan, csak használtan tudtok vadászni rá. Én próbálom őket gyűjteni, ha esetleg kell nektek és nem találtok se, akkor írjatok nekem egy e-mailt a gergőkukaszjancsófotosi.com-ra, hát ha nálam éppen van, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka, úgyhogy ha én látok egyet bárhol, akkor megpróbálom valamilyen áron megvásárolni, mert kell nekem ebből pót is. Van ebből kettes verzió is, az sokkal drágább, sokkal-sokkal-sokkal drágább, és csak Amerikában lehet rendelni, áfával, vámmal, és sok időmire lejön, úgyhogy ha Canon DSLR-tek van, vagy Nikon, akkor az egyes az tökéletes, viszont ha mércetek van, Sony, Canon, stb., akkor pedig a kettes, ami nektek kelleni fog, de mindenféleképpen a Camranger-nek a weboldalán nézzétek meg, hogy milyen fényképezőgéphez, milyen típust ajánlanak. A következőt azt itt hozom be, csak kicsit távolabb kellett menjek, hogy megmutassam nektek. Ez egy egyszerű ikás zsúrkocsi, amit 7000 forintért lehet körülbelül kapni, ami arra jó, hogy amikor fotózunk például egy szállodába, ugye viszonylag azért felszerelés minimalisták vagyunk, de azért vakú, táska, pótgép, azért ávány, azért sok mindenünk van, úgyhogy ide szoktuk tenni alulra a táskákat, és amikor megyünk egyik szobából a másikba, egyik helyszínre a másikra, akkor simán csak húzni kell magunk után másrészt. A fotózásaink során ugye mondjuk egy virágot viszünk magunkkal, vagy éppen a tabletet ide kényelmesen le lehet tenni, és akkor nem kell mindig egyik helyszínre a másikra, amikor még összepakolni, hanem erre a olcsó zsúrkocsira rá lehet pakolni, és ezzel, ezzel lehet áthúzni a következő helyszíre a felszerelésünket. A következő kedvenc fotós kiegészítőm egy alkalmazás, ami a Sensor Wire névre hallgat, aminek segítségével meg tudom nézni előre, ugye most a élő a jelenlegi időpontot majdnem delet. Látjuk, hogy a nap az hol fog feljönni, napközben hol lesz, és aztán hol fog lenyugodni. Tehát ezzel végig tudom itt nézni. Ez azért nagyon hasznos, ha mi én vagyok egy telepszemlén, akkor napfelkeltés fotókat szeretnék készíteni az adott helyszínről, akkor pontosan tudom, hogy holnap hol fog feljönni a nap. Egy tájfotózásnál, épületfotózásnál, de bármilyen fotózásnál egy terepszemlén nagyon-nagyon hasznos. Például én délelőtt szeretek videózni ebbe a szobába, mert most ott van dél körül a nap, ide szépen besüt alám, és így szépen egy jó, egy jó hangulatot kelt azért a besütő nap itt a szobába, úgyhogy ez segít nekem abban, hogy a lehető legjobb fényebben tudjam lefotózni azt a témát, amit szeretnék, és a holdat ugyanígy le lehet követni. Mondom, több alkalmazás is tudja ezt, azt hiszem ennek van egy évi 3000 forintos díja, tehát annyira egyébként nem részes. És az utolsó a plusz egy, és ezt azért tettem plusz egyre, mert ez éppen elszakadt. Ez egy cipővédő, amit arra találtam ki, hogy milyen kellemetlen, amikor bemegyünk valamilyen wellnessbe fotózni, vagy egy olyan helyszínről ahol alapvetően hm, nem nagyon kéne cipővel. Sokszor az a probléma, hogy mondjuk kintről bemegyünk egy medencés helyre, és és nyilván a sarat, a piszkot hozzuk, ott kicsit ráragad a cipőnek a talpára a koc, akkor ott összejárjuk az egészet, és a fotón meg majd retusálhatunk. Mi lenne, ha ezt megelőznénk? Ugye minden ilyen helyen azért van ilyen kék, egyszer használat, hogy cipővédő, de hát ez mégsem annyira környezetbarát, hogy mindig egyszer használ és kidobod. Úgyhogy mi lenne, hogyha én vásárolnék ilyen tök jó cipővédőt, van is belőle, csak az a gond, hogy éppen elszakadt. Úgyhogy kell valamilyen jobb minőségűt vásároljak, már. nem bírta sokáig. Ezt megvarni nem lehet, ez egy ilyen nyúlánkanyag. Ha pedig szeretnétek jobb fotókat készíteni, akkor látogassatok el a jancsofotosri.com ra ahol rengeteg online és személyes kurzus találtok a fotózásról, ami segít nektek abban, hogy minél jobb fotókat készítsetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban is velem, sziasztok!